Sziasztok, bejelentkező videó, bár mostanában, amikor bejelentkeztünk, sose fogtunk halat, de megkockáztatjuk, mert kockázat nélkül nincs üzlet, vagy jó peca. Úgyhogy Henrik már dobja úgy aljas módon, még én csak itt videózgatok. Ja, meg hát sziszenti. Úgyhogy felmentünk egy másik helyre, de annyira keresztbe fújta, vagy hosszabb belefújt a szél a pofánkba, árnyék is volt, úgyhogy rendesen téli süllős érzésünk volt, úgyhogy visszajöttünk egy szélcsendes pályára, és küzdünk, próbálkozunk, és azért szeretnénk majd megjelentetni ezt a videót, tehát halat kell fogni ahhoz, mert ilyen bejelentkezős videóban már szarásig van a gépemen, de hát az mindig törlésre kerül. Úgyhogy Henrik, valami szeretne hozzászólni az eseményhez? Egészségetekre! És természetesen hallal fogunk jelentkezni. Nagyon szépen mondta a vezér mondatot. Na, hát akkor szerintem csináljuk. Csináljuk. Tehát, mint mondtuk, hallal fogunk jelentkezni. Ó, meg jó is. Balinka? Igen. Mi? Igen. Bá, Balin. Na mindegy, merítsük, ott a merítő, nem, vagy? Nem. Nézzük. Ó, de szép. Jaj, de gyönyörű. Woblerova is. Nézzétek, nem veri a vizet. Egy-két kis mozzanat jelzi, hogy vannak itt jószágok. És tessék, és itt van. De szép, basszus. Amit megígértem, betartom. Igen, halal jelentkezünk. Így szoktunk. Új, de gyönyörű Bálint. De szép Bálint. Egyből le is csapta, hogy beesett, nem? Aha, de szép. Na hát, ezt már azért úgy hívjuk, hogy Bálint tényleg. Jó, egy fotót csinálunk róla. Jó, várja. Na tehát, Erik második balinját fogja. Az a helyzet, hogy most hazudhatnánk jókat, hogy összevágva, ugye a technikának köszönhetően, de a Darafilm stúdió nem a hazudozásáról híres, úgyhogy ez egy második nap, mert tegnap ugye nem sikerült, csak egy balin, egy köves, és nem tudtunk harcsát fogni, egyszerűen nem áll fel, úgyhogy fel is adtuk 10:30 felé, olyan csend volt, és rémület annál kevésbé. Úgyhogy elég szépen. Mindent. Igen, igen. Segíthetnék, de nem akarok, úgyhogy mutasd ide és dobjuk tovább. Úgy, ott is vagyunk, köszönjük szépen. Nagy jelenkezünk újra. Itt a harmadik balin. Gumival süllőzök, na arra az semmi, de a balinok azok itt ütik vágják. Eddiknek, olyan agadik beakadtam, mert a hülye balinját videózom. A gumimat bevitte valami akadóba, mindegy, majd kifizeti. A drága kollega. Igen, igen. Írhatom a számlát? Mindenképpen. Egy zsigfej. Ja nem, csebu, horog. Igen. Nézd csak. Jó. Aha. Le van pikkelyezve. Jó van. Na, mert úgy vontattad a sodrásba. Igen, az harcsa. Aha, nézzék. Harcsa keresztbe fogta. Igen, igen. Az ott a harcsának a... Na jó, szia. Én csak már amikor a csónaknál van, akkor ide leteszem a botot, bekapcsolom, úgyhogy... Na és valaki pont kérdezte a fészen, hogy ha nem rabol a balin, érdemes-e dobni. Egy balin rablás nincs, a Henrik a negyediket fogja. Én süllőzök, két kopiig jutottam, és halig nem, de Henrik a balinokat írtja, úgyhogy lehet, hogy én is váltok. Jó van, az meg vagyunk, oké, csináljad. Na végre, szóval eljött ez is, hogy a Péterünk is fogott egy darab balint. Balira kell állni, hát ha Henrik igen. Fogja a balint, akkor ne sűrűzzek már. Kicsit majd, két-három balin után majd változtatunk a szisztémát. Jaj, igen, tehát ez a jó csali tartóba. Igen, hogy akinek van több csalia, az ki tudja akasztani őket szépen csöngőre. És milyen jól össze lehet szépen. Igen, és utána végül a nadrágba köt ki. A halt is van egy valami kis iradékban. Köszönjük. És akkor mit nyomunk? Megnyomod, kikapcsolni. Süllő, süllő, süllő.
sülés. Az, igen? Á, de jó. Nézzétek csak itt a süci, és mélyre törővel. Nagyon jó, tehát ezek is állnak itt. Elég napja van, úgy látom. Bátran próbálkozik a woblerekkel, és fogdossa, megeszi a szúnyogot. Hát ki mit szeret? Eszi a szúnyogot. Na, ezt majd ki kell vágni. Igen, ki is dobta magát. Hát ez ilyen, mikor nem fárad el a kis süllő. Igen, jó van, mindegy, dobom. Akkor meg vagyunk megint. Péter egy következő befolyónál csípett egy, hát úgy látszik, hogy egy jobb balinocskát. Gyönyörű szépen dolgozik. Mind Péter, mind a hal. Mind a bot. Mondhatjuk a ezt bot, is, igen. Hogy igen, igen, igen. Bahózkodok, hogy hát igen, egy kicsit jobbacska. Mondjuk, hogy a legnagyobb. Megkérdezném tőle ismét, hogy kéri a szákot, de az imént a szákkal együtt kirapítettem egy pár csaliát, úgyhogy most nem merem ezt. Többet nem nyugodtunk, aztán maradjunk ennyibe. Se a szákot, se a halhoz. Igen, ez egy jobb. Ez egy jobb bacska. Az első dobásra érkezett. Második. Bocsánat. Igen. Jó, hát matekból se voltam zseni. Szákolom meg tényleg, bekínlódjunk. Ugye a horog miatt nem akartam. Hát. Péterem, minden elsötétült. Azért, mert pihentetőm van, attól veszi. Oké. Hát nem pihenünk egy percet se, ő se pihenjen. Fogó. Adom a fogót. Fogod, Péter. Nem tudjuk milyen várunk, csak kicsit tisztítani kellett a képernyőn. Bálint? Igen. Szép, aha. Visszaállt az én balinomba. Szép. És nem verik, nincs egy rablás se, és így. Menjünk a másikra, másik pálya, én azt mondom, hogy az is. Gyulának szeretettel, reméljük pénteken is így fog enni. Csinált, jó? Oké. Ez is balin. És a közül a botomat majdnem belöktem. Pedig ebből már lehetne tanulni. Erik nagyon érzi ma a pályát. Mi? Aha. Az elmúlt két nap eredménytelenségén felbusztulva ma is kijöttünk.
És azt gondolom, hogy ma nem hiába.